Szeptember 1-től minden tanulónak ingyenes lesz a buszbérlet Dombóváron. Többek között erről döntöttek a csütörtöki rendkívüli testületi ülésen a képviselők. Pintér Szilárd polgármester elmondása szerint ezzel tervezik csökkenteni az iskolák előtt reggelente álló autók számát. Minden szülőt arra biztatunk, hogy én a lehetőséggel kérje a gyermekének a bérletet, és próbáljunk meg reggelente normális állapotokat fenntartani az iskolák környékén, hiszen azon túl, mert nagy tumultus van, nagyon nagy a balesetveszély is, hiszen egymás hegyén hátán érnek az autók, ugrálnak a gyerekek, tehát nap mint nap reggel és a délutáni órákban hihetetlen balesetveszély és minden oktatási intézményünk környéke. Az ülésen összesen 6 napi rendi pontot tárgyaltak. A város vezetősége arról is döntött, hogy a helyi bölcsödét felújítatja és kibővíti. A polgármester azt mondja, vidéken a dombóvári járásban élő szülőket szeretnék támogatni, hogy újra munkába állhassanak. Továbbá a zárt kertek fejlesztését is elfogadta a képviselőtestület. Alapvetően Dombóvár, Nyergesi, Szárkert és ingatlanok környékén szeretnénk útfelújításokat végezni, és a 2 évvel ezelőtt megvásárolt és ott jelenleg munkati tulajdonképező képező gyümölcsöst pedig szeretnénk patálóval bekeríteni, hiszen a 2 évvel ezelőtt ültetett fákat a vadak gyakorlatilag mindegették, és addig nem is tartottuk célszerűnek a telepítését új gyümölcsösnek, amíg nem tudjuk bezárni kerítéssel ezt a területet. A legfőbb cél az, hogy a zárt kert tulajdonosoknak jobb közlekedési feltételeket biztosítson az önkormányzat.